A Kakasdi önkormányzat régi célja valósulhat most meg. Az energiahatékonysági pályázat elnyerésével korszerűsíthetik az épületet. Az ingatlan napi szinten használják, tehát elengedhetetlen lenne, hogy a zajszint alacsony legyen, és a fenntartása is kevesebbe kerüljön. A Kakasdi német önkormányzatnak az udvarában vagyunk, és nemrégiben lehetőségünk adott arra, hogy a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatok államtitkársága által meghirdetett pályázaton részt vegyünk, és az 5 milliós megcélzott támogatásból 3 milliót sikerült elnyerni, és ennek megfelelően a pályázat kiírása szerint energiahatékonysági pályázatról van ugyanis szó, az utcafronton lévő nyílászárók cseréjére fog sor kerülni, és még a hátsó szomszéd felé, a Szekszárdi oldal felé kis ablakokat is fogunk kicserélni. Ettől nagyon sok mindent remélünk. Tehát ahogy a neve is mondja, energiahatékonyságról van szó. Ez azt jelenti, hogy a fűtés sokkal kevesebbe fog kerülni, és azt is reméljük ettől, hogy a zajszint is le fog csökkenni, hiszen nagyon sok rendezvényünk van, és például a német önkormányzat által fenntartott német nemzetiségű kórus is itt próbált rendszeresen, és folyamatosan érkeztek a visszajelzések, hogy a forgalom olyan nagy, hogy a próbát nagyon megnehezíti. Most ettől a pályázattól is azt reméljük, hogy ennek is jobban meg fog tudni felelni, és nem fogjuk annyira hallani a teherautók, autók zaját, ami az utóbbi időben nagyon megnövekedett, és a próba is jobb lesz, és a rendezvényeket se fogja zavarni, hiszen nagyon sok rendezvénynek ad helyt ez az épület. A széles körben használt épületet így komfortosabbá tehetik majd a közösség részére. Gyakran vannak olyan rendezvények, amelyek az egész települést érintik. Így például a január utolsó szombatján tartott Székesván felvidéki disznóvágásnak is itt adunk helyt. Ez már több mint 20 éve folyamatosan zajlik ez az esemény, de a Német Egyesület is itt működik, gasztronómiai esteket tartanak, de nyáron német nemzetiségi tábornak is helyt ad az épület. Az önkormányzat és a német nemzetiség közösen is rengeteg programot szervez. Az elmúlt években összetartó kis közösség alakult ki a településen. Nagyon örültünk, amikor tudomást szereztünk róla, hogy a német önkormányzat egy nyertes pályázatot tudhat magának, hiszen önkormányzati épületről van szó, ahol az német önkormányzat, Kakasdi német önkormányzat irodája található, és itt működik a Kakasdi Kisebbségi Egyesület is. A Kakasdi életet színesíti a németség, a Német Egyesület önkormányzat jelenléte, és nagyon sok mindent karöltve tudunk megvalósítani. Ennek egy szép példája lesz ennek az épületnek az ez irányú felújítása, itt energiahatékonyságról van szó, ami nagyon fontos a mostani energiaárak függvényében. A német önkormányzattal sok mindent meg tudunk valósítani. A település egyik nagy rendezvénye a január végén megrendezésre kerülő hagyományosan székelysváb és felvidéki disznóvágás, amelynek ez az udvar, ez az épület ad egy részének lehetőséget a megrendezésre. Ennek a pályázatnak a megvalósítása további lehetőségeket teremt a faluban élő embereknek, hogy minél több rendezvényt tarthassanak majd itt. Hogy ez az épület minél sokrétűbben kihasználhatóvá váljon, hiszen nem csak a német önkormányzat éli ezt az épületet, hanem rendezvényekre, kiadásra kerülhet, közösségi élet szintere. Volt nemrégiben megrendezés során a gyermekek ebédeltetése történt itt például, amit a Kakasdi önkormányzat közösség szervezője megvalósított, egy népszerű gyermektábort, és ott közösen a Német Egyesülettel került sor a megvalósítására, és a gyerekek ide jöttek például ebédelni, ahol nagyon finomat főztek, és német jellegű ételeket az asszonyok, a gyermekek nagy örömére. Sok példát tudunk mondani, tehát a német kórus fölkészítését, a
német testvértelepüléssel történt találkozások alkalmával is mindig otthon ad ez az épület, úgyhogy csak gratulálni tudunk a német önkormányzatnak a sikeres pályázathoz, és továbbra is ígérjük, hogy amiben tudjuk, támogatjuk őket. De a felújítás itt nem áll meg, az önkormányzat szeretne még pályázni a tető teljes cseréjére is.